mondanak az írások a naptárról, illetve arról, hogy hogyan is számítja az időt a teremtő, mire valók az égitestek, de ez csak tényleg nagyon röviden, mert ez az egész téma rengeteg időt igényelne, és annyit, hogy a Laposföld és az írás videó sorozat, ami már három része fönt van, abban lesz szó erről is, illetve gyakorlatilag az végig pillanat meg közben nem jó a wifi, de most megint van wifi, úgyhogy nagyszerű. Szóval ott tartottunk, hogy mielőtt megszakadt a wifi, hogy a Laposföld és az írás videós sorozat, abban végig fogunk menni egészen a teremtéstől, addig, ahogyan a teremtő irányítja magát a rendszert, amiben élünk, utána szó lesz magáról a Földről, ahogyan a Föld kinéz az írás alapján, a következő részekben az égről, utána a vizekről, mi van a Föld alatt, és megnézzük az összes utalást arra, hogy hogyan néz ki a Föld, ami nem egyértelmű utalás, hanem inkább spirituális utalás, hogy egy példát mondjak, például Nabukodonozor álma, amikor egy fa kinő a Föld közepéből, és az egész Földet beborítja, az egy egyértelmű utalás a lapos Földre, hiszen a egész Földet csak akkor tudja beborítani a fa, hogyha egy lapos felületen nő, nem egy gömbön. Na, ehhez hasonlókat, ebből rengeteg van, ez lesz az utolsó rész, valószínűleg egy olyan 7-8 rész lesz az a sorozat, és utána mindenki, aki végignézi, levonja magának a következtetést arról, hogy mi az, amit ő gondol a Földről, illetve az, hogy hogy néz ki, és hogyan működik, teljesen mindegy, hogy mi az én álláspontom, vagy mi a harmadik álláspontja. Az a lényeg, hogy mindenki magának meg tudja hozni azt a döntést, amit gondol. Na, nézzük. Egy kicsit lehet, hogy lassabb lesz, mert szeretném közben mutogatni a képernyőn azt, hogy hogyan is kezdődik az időszámítás, amennyire én tudom. Teremtő naptára szerint, és hogyan indul az időszámítás. Megosztogatom közben a linkeket, ahogy szoktam, ez timeanddate.com. Én nem mondom, hogy ez egy nagyszerű weboldal, de a célnak megfelel. Úgyhogy pillanat. Szóval Time and Date itt megosztottam, és amennyire én értem azt, ahogyan a teremtő naptár működik, a tavaszi napi egyenlőség indítja az évet. Most az, hogy az egyenlő hosszúságú nappal és éjszaka, vagy pedig amikor a nap áthalad az egyenlítőn, mindenki eldönti magának. Én azt a megoldást választottam, amikor a nap áthalad az egyenlítőn, ez az equinoxnak hívják ezt a jelenséget, ez indítja az évet, és nem a hold, vagy nem a búza, vagy zab, vagy mit tudom én, minek az állapota, hanem amikor a nap az egyenlítő fölött áthalad, ez az év kezdete. Úgyhogy aki megnézi a linket, ez a timeanddate.com, ezen rajta van, hogy mikor van az equinox az idén, 2007-ben, és március 20-án 11:30-kor lesz az equinox. Ami azt jelenti, hogy attól függően, hogy ki mikor kezdi a napot, ugye a nap lementével, vagy a nap keltével, attól függően változni fog, hogy mikor kezdődik az év. Én hajlok arra még mindig,
hogy a nap lementével kezdődik az a nap, úgyhogy amennyiben a nap nyugtával kezdjük a napot, akkor ha március 20-án 12:30-kor van, azaz majdnem télben, akkor aznap este kezdődik majd az év első napja. Remélem, hogy ez eddig érthető, amennyiben nem, akkor a kommentekhez írjátok, amennyiben túl gyors, vagy esetleg nem érthető valami, vagy ha érthető, az is valamilyen visszajelzést, ha írtok, az nagyszerű, vagy ha a hang nem jó, vagy bármi, ugye egyszerűbb a dolog. Legalábbis számomra. Nézzük tovább. Március, remélem ez érthető. Március 20-a, 12:30 délben, ekkor halad át a nap az egyenítőn. Még annyit hozzátennék, hogy ez a számítások alapján, illetve az internet alapján. Az, hogy a valóságban mikor van, az egy másik kérdés. Biztos vagyok benne, hogy nem ekkor, de az az igazság, hogy maga ki hámozni az egészet, hogy mikor van pontosan, nem annyira egyszerű, gondolom ezt mindenki el tudja képzelni, hogy ha soha nem figyeltük meg az égitestek mozgását, illetve az, hogy hogyan megy a nap az égen, a hold, a csillagok hogyan mozognak, akkor nagyon nehéz lesz egyik napról a másikra csak így megállapítani, mikor kezdődik az év. Ez egyáltalán nem lesz olyan egyszerű. Mindegy is. Lényeg az, hogy március 20 délben halad át az egyenlítőn, aznapi nap lemente kezdi az új évet. Hogyha megnézitek a naptárt, megosztom ezt is, megnézitek a naptárt ezen a linken, akkor láthatjátok azt, hogy a márciushoz március nézzük, március 20-a az hétfő. Hétfő este kezdődik az új év elsője lesz 20-ról, 20 este, 21 este. A következő probléma az egésszel az, hogy a teremtő naptárában nincsen hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek, hanem vannak a napok sorszámozva, illetve van a sabát, vagy a szombatnap, ami a hetedik nap. Tehát az első nap, az év elseje, az nem az a hét első napja lesz, hanem a hét negyedik napja. És most megállok egy kicsit, és megkérdezem, hogy érthető-e. Az év első napja mindig a hét negyedik napjára esik. Azt is elmondom mindjárt, hogy miért, de szeretném tudni, hogy mindenki követi a dolgokat. Megosztom az idézetet. 1 Mózes 1, Bereshit 1-es, 14-es verset, ha megnézitek. Várok egy kicsit, míg mindenki odaér. Vagy, hát gondolom ezt mindenki ismeri. 14-es vers így szól, és mondta Elohim, legyenek világító testek az ég mennyezetén, hogy elválasszák a nappalt az éjszakától, és legyenek jelek, meghatározói ünnepeknek, napoknak, esztendőknek. Legyenek világítókul az ég mennyezetén, hogy világítsanak a földre, és úgy lőn teremté tehát Elohim a két nagy világító testet, nagyobbik világító testet, uralkodjék nappal, kisebb világító testet, uralkodjék él és a csillagokat. Helyezteti Elohim azokat az ég mennyezetére, hogy világítsanak a földre, és hogy uralkodjanak a nappalon az éjszakán, elválasszák a világosságot a sötétségtől, látta Elohim, hogy jó, és lőn este, lőn reggel, negyedik nap. Lényeges ez, hogy ez a negyedik napon történt. A negyedik napon teremtette a holdat, a napot, ezzel indul az időszámítás. Ezért kezdődik a negyedik nappal az év. Tehát 20-ról 21 estére ez a negyedik napja a hétnek. 21-ről 22-re ez az ötödik, 22-23 este, a hatodik, 23 este, 24 este, a hetedik nap, azaz szombatnap.
Ami azt jelenti, hogy én csütörtökről péntekre fogom a sabbat napot megtartani 2017-től 2018-ig. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek így kell, vagy hogy bárkinek így kell. Ez azt jelenti pusztán, én így fogom csinálni. Eddig jutottam abban, hogy megállapítsam, hogy mikor van az év kezdete, illetve hogyan működik az év. Még egyszer hozzátenném, hogy nem 100%, sőt, valószínűleg nem így van, de mindjárt fogok mutatni számtalan verset az írásból, illetve Énok könyvéből, amiből majd levonjátok azt a következtetést, amit aki jónak lát. De egyelőre eddig jutottam. Oké, mi az, amit nem értesz, Pálma? Mert azt látom, hogy nem érted. Írd le, hogy mit nem értesz. Nem baj, mert egyébként megértem, hogy nem érted, mert nem egyszerű, de egyelőre így megy. Szóval negyedik napon teremtett a napot és a holdat, és mivel ezeket azért teremtette, hogy legyenek jelek, meghatározói ünnepeknek, napoknak, esztendőknek, ezzel kezdődik az időszámítás, így a negyedik nappal kezdődik az év. Tehát a negyedik nap lesz az év első napja, ami gyakorlatilag csütörtök, és akkor utána péntek, és szombat, és vasárnap. Persze a mi naptárunk, a Gregorián naptár teljesen eltér ettől. Nézzétek meg a videót majd a YouTube-on, és akkor ott magával a vizuális részével szerintem egyértelmű lesz, amiről szó van. Megint hagyd nézzem meg a... Ja, oké, akkor megértetted, nagyszerű. Oké. A másik, ha összetudom hozni gyorsan, Énok könyve. Megosztom gyorsan Énok könyvének a linkjét, és akkor ha gondoljátok, és itt van, ha gondoljátok, akkor én javaslom, hogy mindenképp nézzétek, mert úgy értetőbb lesz. Amennyire én felfogtam ezt az egészet, azzal a kevés tapasztalattal, ami nekem van az asztrológiában és az asztronómiában, igazából nem tudom melyik magában az égitestek megfigyelésében, szerintem az az időszak van, amit az Énok könyvében megtaláltok a 80-as fejezetben. Le kell egészen majd hogy nem az alsó harmadáig görgetni, a kozmikus rend jövendő változásai az emberek bűnei miatt. Van egy ilyen fejezet az Énok könyvében. Felolvasom, nem tudom, hogy megtaláltátok, vagy keresitek-e, de megpróbálom felolvasni lassan. A bűnösök napjaiban meg fognak rövidülni az évek, vetésük késlekedni fog földjeiken és mezőségeiken, a földön levő minden dolog megváltozik, és semmi sem a számára kiszabott időben történik. Én úgy gondolom, hogy ez az időszak, amiben mi vagyunk. Ezért nem jön ki a hold egy hónapra, az újholdtól az újholdig, hanem 28 és valamennyi nap, vagy 29 és valamennyi nap, és nem egész napok, azon kívül, hogy a napok hossza, illetve az órák hossza is manipulálva lett a történelem során. Úgy értem ezt, hogy a 24 óra nem egy nap, az egy óra nem egy óra ahhoz képest, ahogy például a megváltó mondta, amikor mondta, hogy nem 12 órából áll egy nap. Ami azt jelenti, hogy akkor 12 órából állt egy nap. Valószínűleg a mi óránk hossza nem olyan hosszú, vannak szökőévek, és ebből összeadódva egyszerűen elvesztettük a fonalat. Főleg azért, mert nem figyeljük
azt, ahogyan változnak az égitestek. De asztronómia, ja, köszi. Nehéz szó. Szóval, ha visszamegyünk a... Ha megtaláljátok azt a linket, ahol egy Mózesről van szó, és átállítjátok az Easy to Read-re, a könnyű olvasatú verzióra, abban úgy szól, mert egyszerűbb úgy, 14-es vers, legyenek világító égitestek az ég boltozatán, válasszák el a nappalt az éjszakától, és most jön a lényeg igazából, szolgáljanak ki jelekül, és mutassák meg a kijelölt időket, napokat, éveket. Ami azt jelenti, hogy mindenki, aki ezen az úton jár, kénytelen ezeket alapul venni. Hiszen ha ezek mutatják a kijelölt időket, akkor nem fogjuk tudni a naptár alapján a kijelölt időket. Hiszen mindaddig, amíg hold és nap van az égen, amíg föld és menny van, addig ezek fogják mutatni a kijelölt időket. És ha ezek mutatják a kijelölt időket, a napokat, éveket, akkor ha nem ismerjük őket, akkor le fogunk maradni a kijelölt időkről. Ha átállítjátok és az új fordítást nézitek meg, abban így szól, legyenek világító testek az égbolton, hogy elválasszak a nappalt az éjszakától, meghatározó jelei legyenek az ünnepeknek, a napoknak és az esztendőknek. Szóval azok, akik azt mondják, hogy nem kell az ünnepeket, így van, igazad van, a hold nagyon világos mostanában. De visszatérve erre, az ünnepeknek, a napoknak, esztendőknek, ezek a jelei, ami azt jelenti, hogy amíg nap és hold van az égen, ezek lesznek a meghatározó jelei az ünnepeknek. Nem fogunk tudni más alapján tájékozódni, csak ezek alapján. Úgyhogy a probléma most az, hogy gondolom ez egyértelmű mindenkinek, ez így van leírva, ezt nehéz elvitatni. Ha már pedig, ha ez így van meghatározva, akkor nem lehet más ünnepeket tartani. A húsvét, a karácsony, a stb. Szóba sem jöhet, hiszen az nem követi ezt ahogyan ő meghatározta a kezdet-kezdetén. Annak ellenére, hogy a karácsony a téli leghosszabb nap, leghosszabb éjszakán van, és stb. Tehát valamilyen szinten követi az égitesteknek a változását és a mozgását, de nem azok a képen, ahogyan ő ezt meghatározta. Hol is? 3 Mózes 23. Ugye? 3 Mózes 23 az ünnepek. Úgyhogy ott azt érdemes megnézni mindenkinek, akit érdekel, 3 Mózes 23 leírja az ünnepeket, azt a 7 napot, amit mindenkinek kötelezően meg kell tartani. Ezek azok az ünnepek, amelyeknek az érdeki, a meghatározására teremtette ezeket az égitesteket. Visszatérve Énokhoz, ugye azt mondja, hogy meg fognak rövidülni az évek. Ugyanezt mondja a megváltó is, mikor azt mondja, hogy ha nem rövidíteni meg a napokat, akkor egyetlen ember sem maradna élve, akkora lesz a káosz a világon. Szóval valószínűleg ez jelenti azt, hogy megrövidíti az éveket, hogy kevesebb idő marad a végén, és nem fogja kiadni az év 364 napra, ahogyan azt Énokban leírta. Ugye egy év 364 nap lenne, és így 30 nap lenne egy hónap, 12 hónappal, plusz a négy extra nap idézőjelbe téve a két equinox és a két solstice, a két leghosszabb éjszaka, leghosszabb nap, illetve a két azonos hosszúságú éjszaka és nap. Ez a négy extra nap, 364 nap, így lenne egy év, 364 nap.
De ha összevetjük a Gregorián naptárral, akkor egyértelmű, hogy nem jön ki, hiszen az 365 és egy negyed napos. Úgyhogy ez a probléma, hogy évről évre eltolódik majd minden nap, minden ünnepnap és a Shabbat is eltolódik egy másik napra. Na most érti-e még mindenki, és követi-e az eseményeket? Már nem azt mondom, hogy nem tudjátok, csak hogy nem egy gyors, vagy... Mert közben én nézem, hogy mi történik itt, és nem tudom, hogy mindenki nézi-e, mert így azért egyszerű. Szóval megrövidülnek az évek, ez Énok újra. A bűnösök napjában meg fognak rövidülni az évek, vetésük késlekedni fog a földjeiken, mezőségeiken, a földön levő minden dolog megváltozik, és semmi sem a számára kiszabott időben történik. Szerintem ez egyértelmű, hogy ez az időszak történik a világon. Ez az, ami van. Így folytatódik, az eső elmarad majd, és az ég fogva tartja majd. Ugye, aki ismeri, hogy hogyan működik az eső, hogyan működik a világ, azt tudja, hogy mindenek megvan a külön kapuja, és onnan jön elő, és a teremtő az, aki irányítja ezeket a jelenségeket, bár már ugye az ember és a technológia segítségével valamennyire tudja befolyásolni. Szárasság köszönt be a nagy szekély legszélén nyugaton. Ez az ötödik vers, ha jól látom. És aztán visszaugrik a harmadikra. Az a lényeg, hogy szárasság köszönt be, ezt írja ugye, amiatt, hogy megváltozik az égitestek mozgása. Így folytatódik. Azokban a napokban késni fognak majd a föld gyümölcsei, nem nőnek idejükben, és a fák gyümölcsei idejükben visszamaradnak. Ez szintén nem volt így mindig, mint amennyire most a mi időnkben ez van. A hold megváltoztatja rendjét, és nem jelenik meg megállapított idejében. Azokban a napokban látni fogják majd, hogy a nap jobban világít majd, mint ahogy a fény szabályos rendje szerint lenni szokott. Ez az, amiről az előbb beszéltem, hogy a hold nem jelenik meg a megváltoztatott időben, és nem tart annyi ideig, ameddig kellett volna, illetve kellene. Ugyanígy a nappal, ezért van melege. Valószínűleg, hogyha amennyire ennek hihetünk. Így folytatódik, ez ugye Énok könyve. A csillagok sok, ugye ez a Kili Arkhája, ez az ezredesek, az ezer csillagok felett állók, így mint ezredesnek hívják ez a szó. Tévedésbe esik Elohim parancsát illetően, és ezek meg fogják majd változtatni pályájukat és feladatukat, és nem az előírt évszakban jelennek meg. A csillagok is elváltoztatják a pályájukat. Így folytatódik, a csillagok egész rendje el lesz rejtve a bűnösök előtt, és a föld lakóinak nézetei tévesek lesznek felül. Letérnek minden útjukról, bizony tévedésbe esnek, és hatalmasságoknak tartják majd azokat, isteneknek tartják majd azokat. Ez az, amit ma élünk. Később lesz szó majd az UFO dologgal kapcsolatban erről is, de ez egyértelműen az amiről, amiben ma élünk. Azok az ünnepek, mindazok az össze-vissza vallások, amiket az emberek nem rossz indulatból, vagy többnyire tudatlanságban folytatnak, az mind-mind ezeknek köszönhető. Az iszlám, különösen a judaizmus és a kereszténység. Ugye mind a három az égitestek körül forog. Iszlám többnyire a hold, a kereszténység többnyire a nap, és a judaizmus pedig egy babilóniai keveréke mindennek gyakorlatilag. De egyik sem az írás alapján halad. Mindegyikben rengeteg jó szándékú ember van, de ezt megosztottam a linket, Brigitta. Ott van följebb a Énok könyve. Meg tudod keresni, és a 80. fejezet, kozmikus rend jövendő változásai az emberek bűnei miatt, de lehet, hogy egyszerűen csak beírom a linket ide, és megosztottam, úgyhogy ezt tudjátok itt olvasni. Szóval
Igen, bocsánat. Ezek amit itt ír, hogy isteneknek tartják majd azokat, a csillagok azok, akiket az emberek úgymond istenként vagy hatalmasságként tisztelnek ma. Például, nagyon jó példa erre a karácsony, ami ugye a leghosszabb éjszaka. Az utolsó pedig, így szó, utolsó vers, a gonoszság csak szaporodik felettük, és csapásra zúdulnak majd rájuk, és mindannyiukat megsemmisítik. Hogy mindannyiukat megsemmisítsék. Ez az időszak, amiben vagyunk. A teremtő nem nézi jó szemmel azt, hogy az emberek össze-vissza mindenféle ünnepeket tartanak. Még akkor is, hogyha ártatlan mondjuk egy anyák napja vagy egy Valentin nap, a lényeg az, hogy ezeket úgy határozta meg az, aki meghatározta, többnyire a Vatikán, hogy ezek egybeesnek bizonyos csillagállásokkal, illetve azokkal az ünnepekkel, amelyeket az ellenség meghatározza saját magának. A probléma az, hogy ugye nem azt mondja, hogy ez ennek a csillagnak, vagy annak a csillagnak, hanem hozzá köti, hozzá csatolja az íráshoz. És azt mondja, hogy ez a feltámadásnak az ünnepe a húsvét. Ekkor eszünk disznót, meg nyúltojást. És így ártatlannak tűnik az embernek, és mindaddig ártatlan is, amíg tudatlan ez ügyben. De az az igazság, hogy az információ ott van. Szóval nagyon kevés ember mondhatja azt, hogy nem tudja már. Hiszen például mindenki, aki hallgatja ezt az adást most, ez mind tudja már. Szóval onnantól kezdve én nem mondom azt, hogy ha valaki virágot vesz nőnapra, az kárhozatra jut, de érdemes úgy gondolkodni róla, hogy akkor, ha nőnapra virágot veszek, akkor miért nem készülök fel ugyanúgy a kovásztanok kenyér ünnepére, mikor ő azt mondta, hogy ezt ő találta ki, ennek egy célja van. Minden ünnepnek van egy meghatározott feladata. Szóval a Valentin nappal sincs semmi, csak az a baj, hogy mindenhez kötődik valamilyen az ellenség által meghatározott spirituális háttér. És ennek jelentősége van, ahogy látjátok. Hiszen nem véletlenül csinálta a holdat, a napot, a csillagokat, hogy olyan legyen, mint egy óra. Ha elgondolkodtok rajta, hogy hogyan néz ki egy óra, egy mutatós óra, akkor mindenki meg tudja érteni azt, hogy ezért csinálta az égi testeket az égen. Ezért mondom azt, hogy úgy megy körbe, mint a planetárium, mert így van, mint egy óra. Az óra az ember kezén, ami tulajdonképpen mutatja azt, ahogyan kinéz az idézőjelben lapos föld és az égi test. Így működik az ellenség. A legegyszerűbb elrejteni a dolgokat, ha ott vannak az ember szem előtt. És ez évezredek óta így működik. Illetve hát persze nem a karóra, de a legtöbb dolog. A karóra csak mióta van, azóta működik így. Ha átgondoljátok, a számok, a csillagok, a mutatók pedig a hold és a nap így mutatja az időt a karóra, ugyanígy mutatja az időt az égbolt. Úgyhogy egy idő után nehéz azt mondani, hogy a lapos földnek nincsen semmiféle alapja, mert több van, mint a gömbnek bármikor volt. Hiszen a gömbben jelentéktelenek ezek a dolgok, amik történnek. Mint az, hogy a nap hogy pörög, forog, vagy a föld, vagy a hold, vagy az összes többi dolog. Viszont a lapos földön ennek van jelentőség. Nem véletlen az, hogy az ellenség el akarja téríteni az embereket erről, hiszen ezáltal tudnánk, hogy időben hol járunk, mi az, amit tennünk kell, mire készüljünk föl. Hiszen ha belegondoltok, akkor nem véletlen, hogy a megváltó a Peszák idején halt meg, ami a kovásztalan kenyér. Nem véletlen, hogy a Ruach, a Szentlélek a Pentekoszt idején tért vissza, és
De, és valószínű az is, hogy a születése pedig a sátrak ünnepén volt, inkább, mint hogy a tél közepén. A sátrak ünnepe ugye a 7. hónap 15-től 23. napjáig. A 7. hónap a teremtő naptárja szerint. És ugye a nagy nap pedig az a nap, amikor vissza fog térni, hiszen erről is van írás, hogy a trombita a jubileum alkalmával a nagy napon szólal meg, ami a 10. nap a 7. hónapban. Minden ünnepnek megvan a maga funkciója. Az ember erre készül évről évre, hogy csinálja azokat a dolgokat, amiket ő meghatározott arra az ünnepre. Nem azért van, mint ahogy nekünk van most egy húsvét, hogy mindenki berúgja, meg locsolkodja, hanem ő neki megvolt ezzel a célja, hogy felállította ezeket az ünnepeket. Ezért kellene folyamatosan csinálni. De mivel nem tudjuk olvasni, mivel megváltozott a rendjük, mivel elhitette velünk, hogy ezek össze-vissza pörögnek, forognak, így nem foglalkozik vele senki, így nem is tudjuk, hogy hanyadik évben járunk valójában. Így egyszerű azt mondogatni, hogy ez mindig is így volt, meg mindig is így lesz, meg nem tudjuk, hogy mikor jön vissza. Ez nem igaz. Nem tudjuk, mert nem tudjuk, hogy működik az óra és a naptár. De ha tudnánk, akkor tudnánk pontosan, hogy melyik évben vagyunk, és melyik hónapban, vagy melyik napban. Plusz még egy kérdés, miért van annyi űrtávcső, idézőjelbe téve? Miért épít a Vatikán, meg az összes ország akkora távcsöveket? Mi az, amit ők figyelnek? Nyilván tudják, hogy hogyan kell figyelni a csillagok mozgását, hiszen a csillagok nem bolygók. Ez az, amit mindjárt meg fogunk nézni. A csillagok nem bolygók, a csillagok spirituális lények. Ugyanúgy, amiket angyaloknak hívunk, vagy malakimnak, üzenő, ők az üzenet közvetítők a teremtő és az emberiség között. Ez az, amilyen funkciót nem töltött be az ellenség, hanem ő magát akarta tulajdonképpen előtérbe helyezni, hogy őt imádják az emberek, ne a teremtőt, hanem őt, mint egy idézőjetett angyal, mint egy csillagot, ő. Ezért imádjuk most az összes többit. Ezért van Valentin nap, karácsony, húsvét, ezért van Plutó, Merkur, Vénusz, ezek mind-mind valamilyen bukott angyalnak a görög neve, római neve, teljesen mindegy. Az, hogy milyen néven szólítjuk, az minden. Miért az összes csillagnak a neve valamilyen római vagy görög isten? Azért, mert ezek azok. Csak velünk elhitették, hogy ezek csak kövek, amik repkednek a világűrben. Pontosan ezért költenek milliárdokat erre. Asztrofizikusok, asztrofizikusból néhány ezer van a világon. Az ők nem a csillagokkal foglalkoznak, az olyan, mint egy ilyen filozófia. Érdemes utána nézni, de egy időpocsékolás. Amúgy asztrofizikus az nem elmélkedik az egész fizikáról és magáról a égitestekről. De szerintem pontosan ezért nézik azokkal a távcsövekkel. Tudják, hogy ők kommunikálnak ezekkel a dolgokkal. Persze ez most számunkra hihetetlen, de nézzük meg akkor, hogy mit ír Ézsaiás 34-es fejezetben arról, hogy itt a link, ha rákattintatok, ott lesz egyből. 34-es 1-től 5-ig. De csak a 2-es fogom elolvasni, és a 4-est. Mert haragszik Jahúa minden népekre, és megbúsult minden ősseregükre, és megátkozzá, halálra adta őket. Ez az utolsó napokról szól. Érdemes elolvasni, ugye a később évben 34-35 egészen 38-39-ig a Gog, Magog, Babilon, stb. Háborúról. Szóval ez az utolsó napokról szól. A 4-es így szól. Elporlad az ég minden serege, és az ég, mint írás, egybehajtatik, és minden serege lehull, miként lehull a szőlő levele, és a fügefáról a hervadó lomb. Ha, amennyiben a
Az ég serege ugye a csillagok és az égitestek. Ha megnézzük a másik fordítást, az easy to read, az így szól. A magasságban levő sereg széthullik, összehajtják az eget, mint könyvtekercset. Az ég csillagai lehullanak, mint ledobja ősszel száraz lombját a szőlő, vagy mint fügefa lehullatja az aszott termését. Akkor a kérdés az, hogyha a csillagok lehullanak a földre, akkor mégis hogyan... Akkor mégis hogyan lehetnek bolygók? Hogyan fognak azok lehullani, ha azok tízszer, százszor, ezerszer akkorák, mint a nap, meg össze-vissza pörögnek? Ha nem értelmezzük szó szerint, akkor viszont nincs értelme olvasni az egész könyvet, mert akkor elkezdhetünk filozofálni, és akkor kiukadhatunk ott, mint a kereszténység, vagy a judaizmus. Az ember vagy szó szerint értelmezi, vagy filozofál. És ha nem szó szerint értelmezi, arra ott van a teológia, annak az eredménye az, ami ma a világban történik. Ha azt mondja, hogy az ég csillagai lehullanak, mint ledobja ősszel száraz lombját a szőlő, akkor az egyértelmű, hogy azok a csillagok a földre fognak hullani. A másik az, hogy azt mondja nekik, hogy a magasságban lévő sereg széthullik. Hiszen ez egy sereg, ezek nem kövek. Az új fordítás pedig így ír ugyanerről. Széthull az ég minden serege, összecsavarodik az ég, mint egy tekercs, úgy lehull az egész serege, ahogy lehull a levél a szőlőről, ahogy lehull a fügefáról. Ez az ég minden seregéről szól ezek a csillagok. Ez már Ézsaiás 34, szóval ez már a kanonizált írás. A másik pedig Énok könyve volt, hogyha arra gondoltál, hogy mi az alapja ennek. Ez Énok könyve. Erről van egy videó a piros Infobubble-on a halál után ötös része, és abban találhatsz információt azzal kapcsolatban, hogy mi az alapja, és hogy mennyi vers van, ami ugyanaz, majd hogy nem a 66 kanonizált írásban és az Énok könyvében, de kettőt bemutatok most. Az egyik Joel, második fejezet 10-es és 11-es, ami így szól, nem tudom, hogy olvassátok vagy nem, de ha igen, akkor itt van ez Joel, és következőt is oda linkelem, akkor az pedig Ámos. Mielőtt ebbe belemegyünk, visszatérünk az Énok könyvére, a Hold megváltoztatja rendjét, és nem jelenik meg a megállapított idejében. Azokban a napokban látni fogják majd, hogy a nap jobban világít majd, mint ahogy a fény szabályos rendje szerint lenni szokott. Ehhez képes Joel 10-es vers így ír, reszket előttök a föld, megrendülnek az egek, a nap és a hold elsötétednek, a csillagok is bevonják fényüket. Megzendül Jahuának szava az ő serege előtt, mert felette nagy az ő tábora, mert hatalmas az ő rendeletének végrehajtója, bizony nagy Jahuának napja, és igen rettenetes, ki állhatja ki azt. Úgyhogy Joel megerősíti azt, amiről Énok szintén írt, hogy megrendülnek az egek, és a nap és a hold elsötétedik, és a csillagok bevonják fényüket, ehhez képest Ézsaiás arról írt, hogy széthull minden serege, összecsavarodik az ég, mint egy tekercs, és lehull a sereg, mint a fáról a levél. Ugyanezt írja Joel, de ugyanerről ír Ámos is, a 8. fejezetben, az a második link, illetve az utolsó, és lészen azon a napon, ez ugye Jahua napja, az utolsó nap, azt mondja Jahua Elohim, lenyugtatom a napot délben, besötétítem a földet fényes nappal. Ünnepeiteket búra változtatom, és minden dalotokat szomorú énekké. Tehát megerősíti azt, amiről Énok írt, hogy a napot délben elsötétíti, és sötét lesz fényes nappal. Ez pedig Ámos volt. De ha megnézzük Máté 28-ast, akkor, vagy esetleg meg tudjuk nézni Joel egy másik verzióban,
Igen, még a föld is belereszkedt, ez a Easy to Read, még a föld is belereszkedt, megremeg az ég, és elsötétül a nap és hold, a csillagok sem ragyognak, mikor Yahuwah örökkévaló szava mennydörög, mikor hatalmas seregét szólítja. Akárcsak azt írta, ugye, Énok, hogy megváltoztatja a holdarendjét, a nap is jobban süt, a csillagok alapján tévedésbe esnek az emberek, megváltozik azoknak a rendje, és az egész felborul. Máté, érdekes, nem tudom, hogy lehet-e így követni ezt az egészet, de mert általában egyszerűbb a... Ez Máté, ez a legutolsó. Igen, nézzük. Ez Máté 24, 28, 30, ha valaki esetleg olvassa. De nézz... Ja igen, mert hol a dög, oda gyűlnek a keselyük, ugye arra utal, hogy ahol a tetem van, ott vannak a dögevők. 29, mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek. És akkor feltetszik az ember fiának jele az égen, és akkor sír a föld minden nemzetség, és meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőivel, felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. Ugyanerről ír Máté is, hogy a csillagok az égről lehullanak. Amennyiben a csillagok bolygók, ha ezek bolygók, és úgy néznek ki, ahogy nekünk mondják, akkor hogyan tudnak majd lehullani a Földre? Az a kérdés. És sehogy. Tehát mindazok, akik azt mondják, hogy a laposföld elmélet és maga ez a rendszer nem nevetség, vagyis hogy nem az, hogy nem, hanem hogy nevetséges, azok nem számolnak azzal, amit az írás ír. Hogy másképp lehetne ezt értelmezni, mint az, hogy a csillagok lehullanak az égről. Ezt nem lehet másképp értelmezni, csak úgy, ahogy ez le van írva. Vagy pedig akkor ismét el kell kezdeni filozofálni. Márk 13, 24-től 26-ig. Lehet, hogy már egyszerűbb. Igen, becsapódnak, hát az biztos. De egyébként, még ha lesz idő, a meteor dolgot megnézhetjük, mert azok az ez. Ezért látunk annyi meteor. Már 13-24, de azokban a napokban, azután a nyomorúság után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, az ég csillagai lehullanak, az egekben levő hatalmasságok megrendülnek. A hatalmasság szó ugye az Isten. Hatalmasság Isten felcserélhető. Az egekben levő hatalmasságok Istenek megrendülnek. Azok, akiket az emberek tisztelnek tudatlanul, mint a különböző ünnepekkel. De ugyanígy működik az összes úgymond márka, mint a Nike, Adidas, stb. Ezek mind ehhez köthetők. 26-os, és akkor meglátják az embernek fiát eljönni a felhőkben nagy hatalommal és dicsőséggel. Ez a utolsó nap. Jelenések könyve 9.1.3. Ezt most már csak azért, hogy is működnek a csillagok még egyszer. Az ötödik angyal is trombitált, ez 9.3 első vers. Jelenések könyve 9 első vers, bocsánat. Az ötödik angyal is trombitált, és láttam, hogy egy csillag esett le az égről a földre, és adaték annak a mélység kútjának kulcsa. Amennyiben a csillag leesik az égből a földbe, és a mélység kútjának kulcsát nekiadják valamilyen formában, az nem lehet egy bolygó vagy egy kő. Továbbá megnyitá azért a mélység kútját, füst jöve fel a kútból, mint egy nagy kemencének füstje, és meghomályosodik a nap, és a levegői kút a kút füstje miatt. Úgyhogy ez visszautal oda, amikor azt írja Máté, hogy elsötétedik a nap és a hold, vagy Márk, vagy Ézsaiás, vagy Joel, vagy Ámos. Szóval eléggé egyértelmű ebből az, hogy hogyan is működnek ezek a dolgok. Az utolsó pedig Jelenések könyve 6-os, 12-es vers. Azután láttam,
Mikor a hatodik pecsétet felnyitotta, és ímén nagy földindulás lőn, és a nap feketévé lőn, mint a szőrzsák, ez a Károli verzió, nem tudom mi a szőrzsák, majd megnézzük, és a hold egészen olyan lő, mint a vér, és az ég csillagai a földre hullának, miképpen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza. Ez szó szerint ugyanaz, amit Ézsaiás írt. Ézsaiás 34 úgy lehull egész serege, ahogy lehull a szőlőről, avagy lehull a fügefáról a levél. És ez Jelenések könyve 6. Szóval a csillagok a földre hullanak, és ez itt ugye a megváltó Jehusa HaMásiák fedi fel Jehukanon Jánosnak az utolsó időket. És az ég eltakarodik, mint mikor a papírtekercset összegöngyölítik, és minden hegy és sziget elmozdítaték. Ugyanúgy, ahogy azt Ézsaiás mondja. Széthull az ég minden serege, összecsavarodik az ég, mint egy tekercs. Ugyanezt ismétli meg Jelenések könyve, Higalu 6-os fejezetben. Nem tudom, hogy nem hiszem azt, hogy a földre fognak esni. Hát ez van leírva, úgyhogy én nem mindenki eldönti, hogy mint áll hozzá ehhez az egész, ez az a lényeg, ezt akartam itt nagyjából összehozni, de amint látjátok, még így gyorsan is szerintem elég egyértelmű, hogy amennyiben azt írja a megváltó, ugye a Jelenések könyvében ez maga, a Jehusa HaMásiák, a megváltó idézőjebe Jézus, aki ezt elmondta Jánosnak. Ha ő azt mondja, hogy a csillag a földre hullik, akkor mindenki eldönti, hogy mit gondol, de szerintem egyértelmű az, hiszen Ézsaiás is ezt mondja, és Máté, Márk, illetve Jelenések könyvében is megerősíti azt, hogy a csillagok a földre hullanak, úgyhogy és a csillagok a gyakorlatban is a földre hullanak, ezt pedig meg fogjuk nézni most villámgyorsan amennyiben megtalálom. De meg lesz. Igen, megosztok egy linket, ez Google, és mindenki, ha rákattint, akkor látja azt, amit én. Megvan. Igen, a meteorokról van szó. Ez az elmúlt hónapból a meteorokról szóló hírek. CTV News egy fényes meteor világosítja meg az eget. Ez BC, ez valahol Amerikában található, de ugyanúgy világon mindenhol, British Columbiában meteor, Pakisztánban egy meteor okoz pánikot, meteor, ez Kalifornia, ha jól látom. Igen, egy meteor a, nem tudom mi az Ursa Major, talán a Nagy Göncöl, de nem vagyok benne biztos, igen, a Nagy Göncöl. A Nagy Göncöl körül meteor, de aki emlékszik a Perseid meteor zuhatagra, vagy minek hívják azt, az is most volt. És számos más eset is van, ezen az oldalon meg tudjátok nézni. Rengeteg. Plusz, ugye rengeteg szó esik arról, hogy mi történne, hogyha becsapódna egy meteor a Földbe. Ami ugye nap mint nap látunk, úgyhogy igazából nagyon izgulni nem kell, de megosztok még egy linket, és azt is meg tudjátok nézni. Nem feltétlen bukott angyalok, én nem így hívnám, én inkább azt mondanám, hogy a két
dimenzió lenne mondjuk a legjobb szó talán. Van a mi dimenziók, ahol mi élünk, és van az ő dimenziók, ahol ők élnek, ahol a teremtő őket helyezte. Ők azért vannak ott, hogy az ő üzenetét közvetítsék az emberiség felé, és segítsék az emberiséget. Ez volt a feladat, ezért hívták őket őrzőknek. És ebből volt egy csapat, akinek nem volt elég az, hogy ő közvetíti a teremtő üzenetét, hanem az emberekkel akart közelebbi kapcsolatba kerülni, később pedig az emberiség őket imádta, ugye azért, mert ő nekik volt tudásuk, és fizikálisan egy fejlettebb szinten voltak. Ez az, amit ma látunk úgy, mint kereszténység sajnos, vagy iszlám, vagy judaizmus álcázott formában. Ugyanazok az istenek vonulnak végig a történelmen, mint Nimrod, vagy Mitra, vagy Jézus. Én nem azt mondom, hogy nincs megváltó, mert van megváltó, csak az nem olyan formában van, ahogyan a kereszténység ezt elképzeli. Van egy megváltó, de az nem olyan formában élt, ahogy ők azt gondolják, hogy eltörli a törvényeket, és aztán mindent lehet. Pont az ellenkezője volt az. De ez most nem is igazából a téma. Szóval visszatérve ezekre a meteorokra, a másik linket is nézegethetitek, ez mind az elmúlt hónap Nyugat-Washingtontól elkezdve Texason át mindenfelé a világon. Folyamatosan ez megy. Én szerintem egy része, sőt a másik, ami még érdekes, az az, hogy ugyanekkor igen, a meteor nem olyan formában működik, ahogy azt mi elképzeljük. Nem úgy csapódik be, ahogy azt mi gondoljuk. A meteor nem úgy csapódik be, ahogyan nekünk mondják, hogy lesz ott egy kráter, és minden elpusztul. Ez egyáltalán nem így van. Ez a lényeg az egésznek, hogy teljesen más minden, mint ahogy azt nekünk mondják. Ez például Indy100.com, az UFO észlelések száma minden idők legmagasabb értékét érte Amerikában. Ugyanerről számol be az Observer.com weboldal is. Minden idők legmagasabb számú úgynevezett UFO-ját észlelték Amerikában az elmúlt években. Különösen 1990-től. Az AOL.com, Amerika Online, ugyanerről számol be. Daily Mail ugyanezt írja, Daily Star ugyanezt írja. Szóval ez egyrészt szerintem ugye maga valójában az történik, amit mire érted, hogy ott várom perc? Igen, meteor nem létezik olyan formában, mint ahogy azt mondják. Ez nem egy kő, ami leesik. Ezek így működnek, ezek a lények így közlekednek a két dimenzió között. Ezért mondta a megváltó, hogy a Husák a másiák, hogy láttam sátánt, ahogyan a földre hullott, mint villámlás. Ezért mondta azt. Hiszen így közlekedik, így jön a földre. Mindazok a meteorok, amiket mi látunk, ez a jelenség történik újra és újra. Ezért írta azt, hogy az összes a földre fog hullani. Ez az, amit látunk. Hogy most az összes, vagy nem, vagy melyik része, melyik összes az, ami közel van hozzánk, vagy sem, azt nem tudjuk. De ez kétségtelen, hogy Ézsaiástól elkezdve mindenki erről beszélt, úgyhogy valamilyen alapja kell, hogy legyen, és ez az, amit tapasztalunk a világban. A link, megnézhetitek ezt az UFO dolgot is, akit érdekel, hogy mennyire nőtt meg a számok. Én szerintem van még egy érdekesség, az pedig ugye egyrészt az, amit a pápa mondott, hogy megkeresztelne a idegeneket, másrészt az, amit a NASA folyamatosan ont magából, az a szemét, hogy ők az idegeneket keresik, és hogy ilyen-olyan üzeneteket küldenek, ilyen rádióüzenetet fogtak, ez mind-mind most indult be. És nem véletlen, hogy ez így van. Ők tudják pontosan, hogy közel járunk időben.
Ezért csinálják a távcsöveket, hiszen azzal jobban tudják látni, hogy mi történik azokban a régiókban, ameddig azzal ellátnak. Én nem azt mondom, hogy nincsen ez a dimenzió, én azt mondom, hogy nem úgy működik, ahogy azt nekünk mondják. Nem olyan messze van, hanem egész egyszerűen valószínűleg úgy van, úgy szerkesztette meg a teremtő, hogy ez számukra úgy tűnik, mintha messze lenne. Ezt mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy hogyan képzeli el. Ugye nem véletlenül volt szó erről a Trappist-1-ról, amiről a videó, ami végül az indexre felkerült, ugye az is most történt, hogy a hét földszerű bolygó. Nincs földszerű bolygó, hiszen nincsenek bolygók. Effektíve nincs olyan bolygó, ahova mi rá tudnánk szállni. Ez nem ilyen, fizikálisan nem így néz ki. Tehát mikor azt látjuk, hogy a meteor a Földre hullik, akkor nincs becsapódás, hanem egész egyszerűen csak valamilyen formában megérkezik a Földre. És nem egy kő esik le, hanem egy másik dimenzióban élő lény, hogy úgy mondjam. De akinek ez túl sok, annak olvasgatnia kell az írást, és rá fog jönni arra, hogy minden ezt támasztja alá, hogy a csillagok azok nem kövek. Ha nem az írás alapján megy valaki, akkor az teljesen mindegy, annak ez az egész nem nincs értelme. Egy következő dolog, amit szerintem érdekes az UFO dologgal kapcsolatban, az pedig ez a link. A nem, csillagok léteznek, azok vannak, ez a lényeg pontosan. Hogy léteznek, de nem olyan formában, ahogy azt mi nekünk mondják. Az a link, amit most megosztottam, ez pedig katonai légijármű technológia. És érdemes mindenkinek átböngészni, ugyanis valószínűleg egy része azoknak, amiket mi tapasztalunk, ezek a világító testek, stb., ez valószínűleg ők idézik elő. Úgyhogy megvan a technológia, létezik arra, amivel ezt meg tudják oldani. Mindaz, amiket a filmben mi láttunk, az a technológia valószínűleg rendelkezésükre áll, hiszen amit nekünk elmondanak, az is elég félelmetes, valószínűleg nem egy, nem két évtizeddel előttünk járnak. Szóval, ha ezt belekalkulálja mindenki, akkor el tudja képzelni, hogy mire lehetnek képesek, és mik azok a dolgok, amiket ők el tudnak játszani, vagy elő tudnak adni úgy, mint akár egy idegen, akármi. Következő, illetve itt vannak a fényképes, itt a fényképes link, akit érdekel. Mire gondolsz, ez a mindet felkapcsoltam? Nem tudom. Az a katonai gépekről a link, ez pedig a következő. Ez popularmechanics.com weboldal, ahol akit érdekel, megnézheti az, hogy mik azok a technológiák, amik rendelkezésére állnak most a hadseregnek. Ez egy katonai weboldal, itt ugye Észak-Koreáról van szó, már arról beszélnek, hogy egy megelőző csapást kell mérni Észak-Koreára, ami az egész nukleáris hoax dologgal kapcsolatos. És rengeteg más cikk, ahogyan a hadsereg kiképzi a katonákat, illetve egészen odáig, hogy ugye 10%-a megemelték az amerikai költségvetését a Védelmi Minisztériumok, ami ugye 60 milliárd dollár extra 600-hoz, szóval, vagyis valahogy a körül. Itt látható videók az állítólagos nukleáris robbantásokról, tankdrónok, de amit akarsz, minden van. De hogyha az ember igazán beleás, akkor láthatja azt, hogy hogyan lehet láthatatlan járműveket készíteni, hogyan lehet irányítani a lövedéket, stb. Itt van még egy link. Most ezt csak azért mondom, hogy az, hogy az, hogy,
hogy egy UFO ott van, hát azt ők elő tudják állítani szerintem nagyon egyszerűen már. Akár egy drónnal, akár egy ember által vezetett műszerrel vagy járművel. Ez a következő csak azért, akit érdekel, nem feltétlen a légi technológia, hanem amilyen elképzelések rendelkezésre állnak a haditech technológia területén. Mindenféle robotok, drónok, automata tengeralattjárók, tankok, repülők, stb. Erről is több videót láthattatok már. Ezek mind azok a dolgok, amik hozzájárulnak ahhoz, hogy megtévesszék az emberiséget. És a probléma, majd lesz még arra idő a vége fele, hogy megnézzük, hogy mi is ezzel a probléma, és hogyan lehet ugye ellene is mit tenni. Ez businessinsider.com weboldal a következő link, ami igen, William Coopernek vannak jó dolgai, de ő ugyanúgy benne van, mint ahogy az összes többi. Úgyhogy én nem sokat foglalkoznék vele, különösen az a fehér ló, nem tudom mi az, a könyv Behold the Pale Horse, az nevetséges. De ez a legutóbbi link, itt 15 haditechnológiai újítást találhatok a DARPA-tól, ami a Defense Advanced Research Project Amerikában, ami tulajdonképpen az első számú szervezet, ami a technológiát fejleszti, különösen a haditechnológiát, és szinte minden céget, amelyik bármit is kitalál, kisebb cég azonnal lecsapnak rá is, és gyakorlatilag magukba foglalják és megvásárolják. És a többi, erre már nem akarok több időt szánni, mert az idő az telik. Azt pedig éppen biztos, de egyébként azt javaslom, hogy felteszem ezt az egészet majd a infobubble-ra, a pirosra, és ott a leírásban meg fogjátok találni az összes linket, amit most felhasználtam ehhez, az összes újságot, meg az összes linket a magából az írásból is. Szóval az egész ott lesz fönt, de igen. Úgyhogy hát persze jobb lenne, ha tudnátok nézni, de ha nem, nem. Ez van. A következő, amit meg akartam mutatni, és ez lesz, azt hiszem, hogy az utolsó. Egy részük való, igen, a csillagok valóban egy része technológiában van létrehozva, azonban az írás egyértelmű, úgyhogy én nem is, én azt hiszem alapul, én az alapján haladok, mindenki eldönti magának, hogy gondol. A legutolsó link, ezek olyan hologramok, amik nem épületekben, hanem szabadtéri hologramok, ezekre csak így rákerestem gyorsan, nem akarom lejátszani, mert akkor a videó a jogok miatt akkor a videóba belekerül, viszont mindenki megnézheti magának, ha érdekli. A lényeg, azt akartam ezzel csak kifejezni, hogy a hologram dolog, mindjárt megnézzük, a hologram egy másik lehetséges variáció. Szerintem az összes egyszerre benne van ebbe a képbe. De minden arra épül és arra irányul, hogy az embereket eltérítse attól, hogy az eget figyeljék és a valóságot megtudják. Mert az égitesteknek jelentősége van, az égitestek nem azok, amiknek mi gondoljuk őket, és ugye maga a chemtrail dolog is ezt célozza meg szerintem főként. Hiszen nagyon ritkán lehet látni azt már, ami az égen történik. Állandóan valamiféle réteg rajta van az égen.
És nem csak, hogy megváltozott, ezeknek a menete szerintem az emberisége való kapcsolat miatt egyértelmű, hogy megváltozott, hiszen hát nem tudom, hogy mire gondolsz itt, mikor azt mondod, hogy nem tudom, mire gondolsz. A lényeg az, hogy minden, amit mondtam, láttátok, alátámasztja az írás. Aki nem azt veszi alapul, az nyilván nem ért ezzel egyet. Aki azt veszi alapul, az meg eldönti magának, hogy szerinte ez mennyire reális. Próbáljátok meg úgy megnyitni, hogy jobb gomb, és hogy megnyissa egy másik különálló ablakban. Hát, ha úgy megnyitja. Vagy Ctrl-bal gomb, és akkor egy különálló ablakban nyitja meg. A lényeg az, hogy nem véletlenül sprézik az eget, és takarják el azért, hogy így az emberek nem látják azt, ami ott zajlik. És tudják pontosan, hogy ennek jelentősége van, és hogy ez fontos. Ezen kívül a technológia az egyik dolog, amivel megtéveszik az embert magával a berendezésekkel, a járművekkel, a másik pedig egyértelműen a hologram, és a harmadik meg természetesen maga, ami történik, ahogyan ezek a lények közlekednek a két világ között. Szóval óriási a káosz, és a nem véletlen, hogy a káosz ekkora a világban. Ez az az időszak, amiről ír, amikor minden összeomlik. És hogy mennyi idő van, az teljesen mindegy. A lényeg az, hogy nem szabad, hogyha az ember nem véletlenül mondja azt a Jahusa, a megváltó Mátéban, hogy Máté 7, azt hiszem, hogy keskeny az út és szűk a kapu, és kevesen találják meg. Ha azt sem fogadjuk el, akkor mit? Ha mindent az ember a saját feje után akar értelmezni, ha mindenre valamiféle alternatív verziót akar kitalálni, valamiféle, ó, ezt nem úgy kell, ezt így kell, vagy amúgy kell. Miért ne lehetne úgy, ahogy le van írva? Ez az egyetlen megoldás. Ha nem szó szerint kezdjük értelmezni, akkor egyértelműen rossz úton jár. Hiszen akkor már ilyen alapon beiratkozhatnánk teológiára is. Annak pedig az a vége, ami a mai kereszténység. Senki nem olvassa az írást, mert mindenki meg van mentve már. Úgyhogy akkor meg minek mondta, hogy keskeny az út és szűk a kapu, ha mindenki meg van mentve, aki elmondja azt az egy verset. Szóval ezek a dolgok, amiken érdemes elgondolkozni a mindenkinek, mert aki pedig a probléma pedig az lesz, hogy lesz egy időszak, amikor ez sokkal intenzívebb lesz, mint ahogyan most azt látjuk. Mikor ez a meteor dolog nem egy-egy lesz alkalmanként, meg amikor az UFO dolog nem így lesz, meg az egész világ nem ennyire, hogy mondjam, kaotikus itt-ott, hanem mindenhol. És az lesz az időszak, amikor mindenkinek majd ki kell hámoznia a történésekből, hogy mi a valóság, és hogy vajon hol van a megváltó abban a szituációban. Aki pedig nincs felkészülve rá, aki nem érti a jeleket, nem érti, hogy működnek az égitestek, melyik időben vagyunk, melyik ünnep jön, hol van a sabát, a szombatnap, mik a törvények, hogyan kell, akkor annak nem lesz semmiféle igazodni való, nem lesz semmihez igazodni, nem tud majd eligazodni a világban, ezt akarom mondani. Nem lesz meg a térkép, nem lesz meg az iránytű, és nem lesz meg az irány, úgyhogy ez az, ami következik, és szerintem ez az, amire ezek a jelek utalnak. Szóval, hogy hogyan lehet ezt megfejteni, hát egyrészt olvasni kell, másrészt
imádkozni kell, harmadrészt pedig figyelni azt, hogy hogyan alakulnak az események. De elég egyértelmű szerintem az, hogy minden egy irányba vezet. Az pedig egy teljes és totális kontrollja az egész világot. Én a rabszolgatartás az egy kérdés most még, hogyha valakinek van kérdése, még most írja be gyorsan, és akkor megpróbálok, már ha tudok, a rabszolgat válaszolni rá, vagy keresni rá valami magyarázatot. Nem, neki van vele baja, hogy ne lenne, hát hogyha azt mondta, hogy nincs baja, akkor nem figyeltél, hát megmondta, hogy a szolgát ne úgy bánjanak vele, mint ahogy Egyiptomban bántak velük, szóval van vele baja, bizonyos szabályok vannak arra is, úgyhogy ez nem így van, hogy semmi baja, attól függ, milyen rabszolgatartásról beszélsz. Arról, amit Amerikában történt, olyan nincs az írásban, szóval ellennél egy ideig, mire találnál egy olyan verset, ami arra utal, hogy olyan jellegű rabszolgatartás van az írásban, mint ami Amerikában volt, vagy amire a legtöbb ember gondol. Ilyen rabszolgatartás nincs az írásban. Egyébként meg van vele baja, hiszen nem véletlenül mondta, figyelmeztette őket arra, hogy ne bánjanak úgy az ő szolgáikkal, mint ahogy velük bántak Egyiptomban. Úgyhogy ez egyáltalán nem igaz. De az egész történet bonyolultabb annál, mint hogy mi a rabszolgaság. Ez így nem lehet hozzáállni. Ez utána kell nézni jobban. Egyrészt mi a rabszolgaság ott? Mi a rabszolgaság megfelelője ő szerinte? Meg szerintünk az két külön dolog. Szerintünk ez ami Amerikában volt, ez a mindenkit kizsákmányolni, meg leölni, mint állatokat. Ilyeneket a teremtő nem hagy, nem csinál, és nem enged meg. Egyébként meg én elfogadom azt, amit ő elfogad. Szóval, hogyha ő azt mondja, hogy bizonyos mértékig jó, akkor ki vagyok én, hogy azt mondjam, hogy nem jó. Ha ő azt mondja, hogy nem tudom. Most a több nehézség, ha ő elfogadja, akkor én mit ugráljak, hogy szerintem meg nem így van. Hát ha ő leírja, hogy így van, már pedig leírta, akkor még akkor is, ha én nem értek vele egyet, nem akarok részt venni benne, ez az ő szabálya, úgyhogy én elfogadom. De ez ugyanígy érvényes minden másra egyébként szerintem. Például mi a szombat? Nekem mindegy, hogy melyik nap pihenek. Tehát, hogyha neki nem, akkor én ahhoz igazodok, hiszen ő ezt akarja. Biztos megvan vala a célja, inkább megpróbálom megérteni, hogy mi az ő célja vele, és mi az, amit akar vele mondani, és mi az egésznek a spirituális alapja, mint hogy én elkezdjek hőbörögni, hogy már pedig én akkor megyek oda vagy ide, amikor akarok, meg nekem minden nap a szombat, meg nekem a vasárnap a szombat. Ha ő azt mondta, hogy a szombat, akkor nekem az. Úgyhogy én ehhez, nekem számomra ez az elsődleges irányító elv. Hogyha ő azt mondja, hogy az LGBT, meg a transznemű dolog az egy utálatosság, meg az egy bűn, akkor én mondjuk amúgy is egyetértek vele, de akkor az az. Akkor teljesen mindegy, hogy a világ a feje tetejére áll, és gyerekeket ad három férfinak, ki egy család, meg mit tudom én, attól én még nem fogok egyetérteni vele, mert az ő azt mondta, hogy ez nem helyes. Meg egyébként szerintem minden normális ember úgy érzi. De attól függetlenül, hogy én nem utálom őket, vagy semmi rosszat nem kívánok nekik, hanem szerintem segítségre szorulnának inkább, mint hogy szaporítsuk a problémát azzal, hogy még több embernek reklámozzuk az utcán egy felvonulással, hogy ez mennyire jó dolog, mikor, hogy mondjam, mikor az egy bűn, egy olyan bűn, amit egyértelműen leír, hogy az egy halálos bűn. A homoszexualitás és minden egyéb, ami azzal kapcsolatos. Szóval
A mi feladatunk az lenne, hogy figyelmeztessük őket, nem hogy reklámozzuk. Az oltással kapcsolatban én nem vagyok orvos, én nem akarok ebbe belemenni. Csináltam ezekről is videókat, 80% az orvosok nem oltatná be magát. De ugyanúgy nem venne részt kemoterápiában sem, szóval nyilván tudnak valamit. Én akkor se oltatnám be magam, hogyha nem is tudom, ahhoz le kéne fogjanak és beoltani, hogy az legyen. Nem látom semmi értelmét. Már az, ami ahogy maga az egész eljárás szerintem ostoba, de mondom, biztos meg lehet magyarázni, mint ahogy egy orvos itt lenne, megmagyarázna úgy, hogy legtöbben elhinnék, nincs értelme. Én számomra nem látom, nincs benne logika számomra, hogy én betegséget oltsak be magamba, nehéz fémeket, meg állati DNS-t, meg emberi DNS-t, meg mit tudom én mit, azért, hogy én ma jobb legyek, jobban legyek később. Most ha valaki ezt nem hiszi el, csak nézzem meg egy azt a papírt, amit kihúznak a magából az oltásból, és akkor látja, hogy mi van benne. Ez akkor tudja, hogy embriót darálnak le, meg csirke, akármi albumin van benne, meg alumínium, meg higany, meg maga a legyengített vírus, vagy micsoda. Szóval, ha ez úgy hangzik, mint egy olyan dolog, amit egy csecsemőnek beoltanak, és ez jó, vagy egy embernek, akkor sok szerencsét, és akkor előre. De hát nem is kell messzire menni, csak megnézni azt, hogy Amerikában majdhogy nem 50 kötelező védőoltás van, és a maga az hát az ateizmus is, de mi is az a... Na mindegy, most elfelejtettem, hogy mi az a... Az a... Amikor a gyerekek nem... ilyen befele forduló depressziós forma, nem jut eszembe ez a szó. Na mindegy, az valami ezerszeresére emelkedett az elmúlt 30 évben. De ez is, ezek mind olyan statisztikák, amit meg lehet találni az interneten. Úgyhogy keresetek rá? Autisták. Ja, az ateista jutott eszembe, de az is egyébként emelkedett, de ugyanúgy körülbelül. De igen, autistáról van szó. Az autizmus azt hiszem egy a 60-ban és egy a 10 000-ben volt 40 éve vagy 50 éve. Szóval, ha valaki azt mondja, hogy nem, meg miért beteg minden gyerek mindig állandóan? Miért mindenki autista? Miért mindenkinek van Alzheimer, Parkinson? Miért mindenki allergiás, asztmás, nem ehet ezt, nem ehet azt, nem ehet semmit? És ennek ellenére megy, és eszi a gyógyszert, és megy az orvoshoz, és kérdezi, hogy milyen gyógyszer szedjen. Mire elolvassa a mellékhatásokat, addigra vége van a tavaszi szünetnek. És ennek ellenére még szedi a gyógyszert. Úgyhogy, de az, hogy eszik, vagy mennyit mozog, vagy mit iszik, vagy mennyit, az nem fontos. Az a lényeg, hogy mit mond a doktor, aki... Hogy mondjam. Szóval... Oltás, hát mondom, hát sajnálom, ez véletlen, hogy ezt így eltaláltam, de én mondom, én nem mondanám senkinek, hogy ne, vagy senkinek, hogy igen, én azt mondanám mindenkinek, hogy töltsön el annyi időt, amennyi neki szükséges, hogy meghozza a döntést, ami ahhoz, tehát egy olyan döntést, ami informált, nem egy orvos elmondja, hogy ő mit tanult azon az egyetemen, amit azok finanszíroztak, akik a gyógyszert aztán eladják. Logikus. Az összes gyógyszeripari, erről is az egyik videóban szó volt, azt hiszem a farmakéjában, hogy 1,1 milliárd dollár bevétele a gyógyszeripar, azt hiszem.
1700 milliárd dollár. Egy évben. 1100 milliárd dollár egy évben. Akkor vajon ők mi a cél? Minden cégnek az a feladata, hogy bevételt termeljen, illetve nyereséget termeljen a részvényeseknek, akkor a buyer, ami a tőzsdén szerepel, vagy az AstraZeneca, vagy az összes többi, vagy az Aegis, akkor azok miért dolgoznak vajon? Hogyan termel egy gyógyszeripari cég több nyereséget, ha meggyógyítja az embereket? Igazából ez egyszerű, hogy mondjam, józan parasztész ezt így kitalálni. Ha meggyógyulnak, akkor nem lesz ügyfél. De minél tovább lehet őket egyikről a másikra tenni, meg ennek a mellékhatásra azt, meg arra azt, akkor ez egy nagyszerű történet. Ez az, ami van. Magas a vércukrod, két tizeddel szedjél ezt, utána az elrontja ezt, akkor magas lesz a koleszterin, arra szedjél ezt, utána kihullik a hajad, utána leesik a körmeid, meg nem látsz, meg nem hallasz, meg még arra szedjed ezt, meg ezt, meg ezt, utána meg majd egy csővel összeraknak úgy, hogy még kihoznak belőled egy-két évet, aztán viszlát. Úgyhogy ez szerintem a védőoltás egy ilyen dolog. A másik pedig az, hogyha azt el tudja képzelni mindenki, hogy a drogok, amik rekreációs drogok, azok hogyan hatnak spirituálisan az emberre, hogyan nyitják meg az ember elméjét különböző spirituális lényeknek, mint a démonoknak. Nem véletlen, hogy ez is nagyon népszerű, ez az ayahuasca, maga a marihuána is már legális sok helyen. Ezek spirituális szinten megnyitják az ember elméjét azoknak a démonoknak, azoknak a dolgoknak, amik aztán befolyásolják az embert. Ugyanúgy, ahogy egy védőoltás vagy egy gyógyszer. Nem véletlen az, hogy a megváltó rengeteg démon tűzött ki. Ha azok akkor ott voltak, akkor most miért ne lenne itt? Vagy akkor megint elkezdjük átvitt értelemben értelmezni, vagy pedig úgy van, ahogy ott leírta. A farmakéja, maga a gyógyszeripar ezeket a nyitja meg az ember elméjét, és így engedi be ezeket a spirituális lényeket az emberbe. Így rombolják le aztán később az embert. Depresszió, a mánia, ez a hisztéria, a pánikbeteg, a bipolár, meg mit tudom én mik, ezek mind ezek a démonok, amik az embert. Ezért van annyi probléma a világon, annyi válás, annyi vita, annyi veszekedés, annyi erőszak, annyi erkölcstelenség, mert ezek a spirituális erők uralkodnak a világon. Azon gondolkodik mindenki, hogy lehet az, hogy mindenki ezt mutatja, vagy mindenki kacsint, vagy mindenkinek a nyelve kín van. Nem mindenkivel kell megbeszélni azt, hogy ezt csinálja. Egész egyszerűen ez a spirituális erő uralkodik a világon, ami ilyenné teszi az embereket. Hogy így beszélnek, így viselkednek, így öltöznek. Az az ember, aki az a már bocsánat, nincs semmi bajom a nőkkel, aki majdnem mind meztelen mindig nyáron, az nincs mindenki benne az Illuminátiba. Csak egyszerűen ez a spirituális erő uralkodik a világ. Elég egy-kettő Beyoncé meg Rihanna, onnantól kezdve, aki nézi azt, aki úgy viselkedik, az ezt a spirituális oldalt engedi magához. Aki nem olvassa a könyvet, aki nem imádkozik, az nincs védve ezektől a spirituális erőktől. Persze a cannabis a földön termett, Elohimtől kaptuk, ugyanúgy, mint a disznót. De vagy a tevét, vagy a rákot. Az nem jelenti azt, hogy nekünk azt szívnunk kell. És én igazán nem ítélek el ezért senkit,
Különösen nem ahogy én csináltam, amit csináltam, én csak azt mondom, hogy minden, ami elváltoztatja a tudatállapotot, az egy spirituális erőnek ad utat. Nem véletlenül engedélyezik a marihuánát. Ha a marihuána és a cannabis jó lenne nekünk, akkor nem engedélyeztük volna. Ezt mondom, hogy Elohim és Yahusha nekünk adta a cannabiszt, ugyanúgy, ahogyan a disznót. Az, hogy van valami, az nem azt jelenti, hogy nekünk azt így vagy úgy kell használni. Biztos vagyok benne, hogy a cannabis olaj nagyon hasznos. De egy cigibe besodorni, nekem elhiheted, hogy az nem fog segíteni ezen az úton. De mindenki járja a saját útját. Aztán majd a végén kiderül. Azt akarom mondani, hogy nem minden, amit a Teremtő létrehozott, azért hozta létre, hogy mi megegyük, elszívjuk, meg megígyük. Arról nem is beszélve, hogy mi mást lehet még velük csinálni. Ő teremtette a disznót is, aztán egyből azt mondta, hogy ezt a dolgot meg ne edd, de a holttestét meg se érintsd. Meg semmi ne is érintse meg, meg törd el, ami megérinti a holttestet. Ettől függetlenül azt mondta rá, amikor megteremtette, hogy jó, mert megvan a szerepe, meg betölti a funkcióját. Meg egy nagyszerű dolog. Ugyanolyan csodálatos, mint bármi más, amit teremtett. Csak nem enné való. Ugyanúgy, hogy a cannabis nem elszívni való. Vagy nem süteménybe megsütni való. Hanem meg lehet csinálni olajba, mint ahogy használták is, még az írásban is. Mint Kenetnek. Szóval mindenek megvan a maga módja, ahogyan föl lehet használni. Ugyanígy van a cannabis is, de minden tudatmódosító szer módosítja a tudatot. És azzal, hogy módosítja a tudatot, azzal spirituális, más spirituális állapotba kerül az ember. Kérdés az, hogy milyen az a spirituális állapot. Ki az, aki azt a spirituális állapotot uralja? Két valaki lehet. Az egyik az ellenség, a másik pedig a teremtő. Ha valaki azt gondolja, hogy a megváltó valaha is szívott volna kanabiszt vagy kokain, akkor nem tudom. Csak azért, mert az van, vagy rákcsált volna kokain levelet, hogy aztán ott szédelegem, mint ahogy azok az emberek, vagy az bármiféle pozitív hatása is lesz a spirituális lényére az embernek, az, hogyha egy mesterségesen, egy szer által kinyitja a tudatát ezeknek a dolgoknak, akkor csinálja. De én azt javasolnám mindenkinek, hogy tartózkodjon mindentől. Nem véletlenül mondta azt, hogy még alkohol se igyon úgy, hogy részeg legyen, akkor nyilván nem hagyta jóvá többet. Hiszen tudja pontosan, hogy az a tudatállapot, ha elváltozik, akkor annak milyen hatása lesz az emberre nézve. A kokain sincs engedélyezve sehol, akkor az nekünk jó dolog. Ezt elmondtam, hogy ez nem jó. De ehhez nem is kell szerintem egyetemi végzettség, hogy ezt az ember kitalálja. A kokain az egy üzlet, egy biznisz, ugyanúgy, mint a gyógyszer. Nincs engedélyezve, mert így az állam tudja kontrollálni az adásvételt, mint ahogy csinálja a világon, néhány kormány, és plusz termeli a pszichológiailag sérülteket, spirituálisan sérülteket, plusz a börtönben a rabszolgákat. Úgyhogy a kokain egy óriási biznisz. A kokain nem csak azért biznisz, mert pénzt termel, hanem számos más haszna is van. A gyógyszeriparnak termel több milliárd dollárt szerintem.
hiszen azokat az embereket mind kezelni kell utána, ilyen-olyan szeméttel, meg plusz utána le kell hozni róla ilyen-olyan gyógyszerrel, egy élet sérült, akkor ilyen-olyan gyógyszerszer egy életen át, plusz börtönbe kerül, és ott majd ugye ingyen dolgozik 30 centér óránként a Teslának, meg az összes többinek. Ezt is érdemes kikutatni, hogy kik azok, akik a börtön dolgozókat felhasználják néhány centes órabére. Az egyik például Elon Musk és a Tesla. De számos más amerikai cég részt vesz ebben az egészben. Úgyhogy nem hinném, hogy a cannabis azért nincs engedélyezve, vagyis a kokain azért nincs engedélyezve, mert az egy üzlet. Ez egy óriási üzlet az országban. Tönkreteszi az egész Közép-Amerikát tulajdonképpen, de az egész világot. Hiszen ott, ahol ez a legelterjedtebb, mint Kolumbia, Mexikó, gyakorlatilag nincsen élet. És ez mind, ha valaki azt gondolja, ha valaki azt gondolja, hogy az ISIS, az iszlám állam, vagy ezek a kártelek, ezek valós dolgok, akkor az nem érti, hogy működik ez az egész. Hogyan? Csak azt képzelje el valaki, hogy legyen egy kártelnek, nem tudom, hogy hány ember, de legyen egy nagy kártel Mexikóban, legyen 5000 ember. Akkor 5000 ember, és akkor az amerikai hadseregnek van 600 milliárd dolláros költségvetése egy évben. És valaki komolyan gondolja, hogy az amerikai hadsereg nem tudja legyőzni azt az 5000 embert. De legyen 10 000. És ennek ellenére az emberek ezt elhiszik. Sőt, az emberek elhiszik azt, hogy buckalakók csúzlival harcolnak világ legnagyobb hadseregei ellen évtizedeken át. És nem lehet őket legyőzni. Hihetetlen. De hát ez van. Mi a legális? Ja, igen, hát a patikadrogok nyilván legálisak. Azok ugyanazok egyébként, mint ami illegális, csak ezt megcsinálták legálisra, mert ugye kémiában elváltoztak egy-két molekulát, vagy mit, és akkor onnantól kezdve az már legális. De számtalan példa van erre, de mindegy. Igen, nincs is videó, úgyhogy azért tök sötét. Rendben. Ha nincs több kérdés, akkor én ezt befejezem mára, és nagyszerű, hogy ennyien voltatok. Igen, nincs kép, tudom. Még egyszer annyit még elmondanék villámgyorsan, hogy van Google Plus-on is van, Google Plus-on is van infobába. Meg is mutatom, elküldöm a linket. Oda elkezdtem föltenni képeket, tartalmat kitalálni, de egyelőre még nem alakult ki, hogy mi is az, vagy mi is lesz. Szeretnék ilyen fényképeket, vagy a videók leírását, vagy mondjuk azokat a verseket, amik benne vannak a videóban, mert rengeteg vers nem fér oda a leírás részbe, például a YouTube-on, úgyhogy ezeket ott meg tudnám osztani. Majd meglátjuk, hogy mire jutunk. Az a lényeg, hogy van, hogyha követitek, vagy van valakinek Google Plus, vagy Google account felhasználó név, vagy fiókja, akkor ott is tudjátok követni. Plusz. Ja igen, még azt akartam, hogy két darab YouTube csatorna van a kék és van a piros. Azt fogom csinálni, hogy a kéken elindulunk az írás vonalán,
és a pirosra át fogom tenni azokat, amik a magával az új világrenddel és a világ részével foglalkoznak. És akkor így a kettőt szépen szétválasztom. Aztán így fogom feltöltögetni, úgyhogy aki akarja, kövesse, amelyiket szeretné. Ja igen, még annyit, hogy az nagyszerű lenne, hogyha a videókat megosztanátok a Facebookon. Mert én figyelem ám, és megosztják néhányan, néha-néha, én értem, hogy ezek kényes témák, meg én pontosan tudom. Pontosan tudom, hogy mi játszódik le az emberekben, de amennyiben lehetséges, akkor az nagyszerű lenne, ha megosztanátok. Plusz, hát nem tudom, bármi ötlet, hogy mit lehetne csinálni, vagy miről mit, az is jó lenne. Hirtelen most nem jut eszembe több, de biztos majd mikor befejezem, eszembe fog. Igen, tudom, hogy te megszoktad, Béla, igen. És köszönöm. Igen, köszönet mindenkinek. Mindenki, aki megosztja, lájkolja, nem lájkolja, megnézi, vagy akármit csinál, az nagyon jó. Ha teljesen mindenki. Így vagy úgy, de tényleg, köszönet mindenkinek. Nagyszerű, hogy ennyi embert érdekel, meg hogy tényleg nem lehet úgy sem az igazságot kordában tartani. Teljesen mindegy, hogy mennyire próbálják. És ez az az időszak, amikor ez kiderült. Úgyhogy mi ennek részesei vagyunk, mindenki részese, tetszik vagy sem. Igen, a buddhista barátod lelépett. Hát ezzel nem csodálkozom. Ezzel egyáltalán nem csodálkozom. A buddhizmus ugyanaz, mint az összes többi. Bármit csinálsz, jó vagy a végén, majd jó leszel. Mint a kereszténység. Én jó vagyok, mert én hiszek. Majd a végén megment, akármit csinálhatok. Ugyanez a buddhizmus, ugyanez a hinduizmus, ugyanez a mindegyik. Úgyhogy ennyit erről. Na jó, befejeztem tényleg mindenkinek a legjobbakat, és még annyit, hogy a megoldás, ha valakit még mindig nem esett volna le, hogy mi a megoldás, a megoldás az az, hogy vissza az írás tanulmányozásához minden nap, és megérteni különösen azt az instrukciókat, amiket a teremtő számunkra adott. Azok az instrukciókat Torának hívják, az az első öt könyv, 1-től 5 Mózesig. Ott van a parancsolatok túlnyomó többsége. Tanulmányozzátok át, alakítsátok az életet úgy, ahogyan a legjobb tudásatok szerint az alapján. Egyáltalán semmiféle nehézséget nem kellene, hogy okoz. Mindenki, aki őszintén keresi azt, az segíteni fogja, és ez egy nagyszerű út. Ez az egyetlen kiút ebből az egészből. Más, a rendszert nem lehet megváltoztatni, a földet nem lehet megmenteni, a pandamacikat nem lehet megmenteni, a fákat sem, és az eget sem. Az embereket sem lehet etetni, és még ennél sokkal nagyobb problémák lesz. Teljesen mindegy, mennyit ad valaki a karitatív szervezeteknek, vagy a rákutatásnak, teljesen mindegy, így is abból csak több ember fognak megölni. Úgyhogy az egyetlen megoldás ez. Aki a megoldást keresi, ez az. Mindenkinek a legjobbakat kívánom, és köszönet Jahuának, hogy lehetővé teszi ezt az egészet, hogy mi még mindig próbálkozzon. Úgyhogy mindenkinek a legjobbakat, és köszönöm, hogy itt voltatok, meg általában a segítséget, halleluja. Minden jót!